Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! Múlt héten jóvá hagyta a Kormány az Országos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatóság hatásköréről, megszervezéséről és működéséről szóló határozatot. Továbbá jóvá hagyta a fogyatékkal élő személyek jogvédelmének Országos Hatóságára vonatkozó határozatot is. A kormány tájékoztatása szerint ezzel visszatérnek a 2019 előtti struktúrához. 2019-ben ugyanis összevonták a gyermekjogvédelmi hatóságot a fogyatékkal élők jogvédelmivel foglalkozó hatósággal. A kormány mostani indoklása szerint ugyanis célra vezetőbb a gyermekjogvédelmi és örökbefogadási kérdéseket külön területként kezelni, mert így az illetékes hatóság nagyobb figyelmet tud majd fordítani az érintettekre. Melyek az elmúlt két-három év tapasztalatai, tanulságai, mit várnak a szakemberek az új intézményektől? Ezeket a kérdéseket is feszegetjük a mai ügyfélórában, de arra is kitérünk, hogy milyen támogatásra jogosultak a látás-hallás és mozgássérültek, milyen administratív, bürokratikus akadályokkal kell megküzdeniük, hogy mindezeket megkapják, és milyen akadályokkal kell szembenézniük, ha el akarnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Köszöntöm a stúdióban Mikle a Katalint, a Maros megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2019-ben mondták össze az örökbefogadási hatóságot a gyermekjogvédelm és a gyermekjogvédelmet a fogyatékkal élők jogainak a védelmével. Melyik volt a rossz döntés? Tehát azt látjuk, hogy rövid időn belül visszatértünk oda, visszatértek oda, ahol voltunk 2019 előtt, az volt a jó döntés, hogy ezeket összevonták, vagy az a jó döntés, hogy ezeket ismét szétválasztják? Hogy látja ön? Hát én úgy gondolom, hogy nem, nem a mi dolgunk kell dönteni, az, hogy jó döntés, vagy nem, nem jó a De döntés. De szakmai döntés volt Szak ez, vagy politikai? Mm. A 2019-es döntést azt nagyon nagy érdeklődéssel vártuk és figyeltük, szakembereként én úgy gondolom, hogy az egy jó döntés volt. Amikor összevonták a két hatóságot, biztos, hogy nem volt könnyű a bukaresti hatóságoknak felzárkozni és megtanulni ugye mindkét intézmény, és átvenni mindkét intézmény feladat feladatkörét. Viszont úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal könnyebb és jobb volt olyan értelemben, hogy egy hatósághoz tartoztunk, azok a szakemberek, akik Bukarestben dolgoztak a gyerekjogvédelemnél és örökbefogadásnál, ugye tudták tovább követni azt a jogosultat, aki már időközben felnőtt lett, nem kimondottan felnőtt fogyatékos, hanem felnőtt. És ezek a szolgáltatások egy kicsit, vagy ez a híd a gyerek és a felnőtté válás, a gyerekszolgáltatások és a felnőtt szolgáltatások között mintha-mintha megépültek volna. Én úgy gondolom, legalábbis a személyes véleményem az, hogy ezzel, hogy a két hatóságot szétválasztották, ezek a hídakat, ezeket szerintem felégetjük magunk mögött, és újból kell kezdjünk úgy gondolkozni, hogy külön gyerekvédelmi hatóság ugye az örökbefogadással, és külön akkor a felnőtt védelmi és fogyatékkal élő hatóság. Én meg azt gondolom, hogy a szociális téren azért ezt ennyire nem lehet külön választani, és ugyancsak azt gondolom, hogy azért a, a közös híd és a közös cél az, hogy ezeknek a jogosultjainknak olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, ami nem áll meg azzal, hogy 18 éves, hanem tovább folytatódik. Igen, és akkor ez nem egy más hatóság, nem egy más minisztériumnak kéne ö, tovább folytatódjon. De azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy a két hatóságnak megmaradtak a feladatkörei, ezeket választották. Én úgy gondolom, hogy itt is mi mindenhol, mint a szociális szférában, embereken múlik. Úgy tudjuk egyelőre, hogy a kollégák, akikkel eddig dolgoztunk, maradnak. Most a vezetőséget azt még nem nevezték ki, nem tudjuk pontosan. Akikkel nagyon jól dolgoztunk, tudják a problémáinkat, és reméljük, hogy tovább is velük így fogunk dolgozni. Kik lehetnek, hogyha lesznek kárvallotja ennek a döntésnek? Említette, hogy 18 év fölött azok, akik eddig bizonyos támogatásban vagy jogvédelemben, segítségben részesültek, azok most, mint hogyha hát bekerülnének a két hatóság közé, nem, nem lenne úgymond képviseletük? Nem az a gond, hogy nem lenne képviseletük, mert ugye betöltötte a 18 évet, akkor rögtön átkerül egy más hatósághoz, egy más minisztériumhoz. Ami nagyon-nagyon reméljük, hogy a jogosultjainkat nem fogja érinteni, nem fogja különösebben zavarni őket, hiszen ezért vagyunk mi itt, hogy a hatóságok, a Bukarest, ugye a hatóságok, a minisztérium, és köztük legyünk egy olyan intézmény, aki megoldja ezeket a problémákat, és tud majd közvetíteni feléjük. Vegyünk egy konkrét gyakorlati példát. Egy olyan fiatal, aki Történetesen, hát mondjuk örökbefogadással került egy családhoz, de közben fogyatékkal élő is, akkor most melyik hatósághoz kell forduljanak az ő szülei, a gyámok, hogy, hogy alakul az ő élete innentől tovább? Hát, hogyha örökbefogadásról beszélünk, akkor addig a percig, amíg... Lesz egy bíróság, egy végleges bírósági határozat arról, hogy a gyerek örökbefogadott lesz. Addig ugye az, egy, az egyik minisztérium, és a gyerekvédelmi és örökbefogadási ügynökség fog foglalkozni, és utána még két évet, amíg tart ez az örökbefogadás utáni ilyen posztmonitorizálás. Hogyha az, illetéke, az illető ugye gyerekről beszélünk, akkor mind gyerek jogvédelem, és akkor átkerül ugyancsak ehhez a hatósághoz. Viszont ha fogyatékos is, és fogyatékkal élő, bármilyen fogyatéka van, és befejeződik az adopció, Sőt, annak a monitorizálása is, akkor átkerül ugye a másik minisztériumba, a másik hatósághoz, mert most már ha gyerek is de családban van, már nincs speciális családban kerül. Ö, nem kilép a gyerekvédelmi rendszerből. De viszont mivel fogyatékkal élő, akkor tovább marad másik minisztérium a másik hatáskörrel rendelkező intézménynél. Ugye a két minisztérium az már korábban létrejött, vagy létrejött egy újabb, mert hogy a, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az korábban is létezett, de a PCDP-nél a kormány megalakulásával létrejött ugye a Családügyi Minisztérium, és ez már korábban volt. Most az újdonság, hogy két új hatóság vagy két hatóság jön létre. Az önök munkáját ez hogyan érintette mindeddig? Ugye ezek a különböző hatóságok az egyik és a másik minisztériumhoz tartoznak. Most akkor ilyen módon a megyei gyermekjogvédelmi és szociális igazgatóságok két minisztériummal kell együttműködjenek, ha jól értem. Igen, módszertanilag eddig egyetlen egy minisztériumhoz tartoztunk, egyetlen egy intézményhez. Ezután most már várjuk az új elnököket, az új alelnököket, és akkor ugye a két székhelyet, a két minisztériumnak két külön székhelye lesz, és akkor ezen túl igen a két külön minisztériummal fogunk dolgozni. Ez milyen mértékben bonyolítja a szociális igazgatóságok munkatársainak az életét, mindezt a munkát, amit el kell végezniük? Én nagyon-nagyon szeretnék azt hinni, hogy nem lesz gond továbbra sem. Én azt hiszem, hogy az elmúlt két-három év azért megtanított arra, hogy, hogy lássuk azt, hogy nem lehet különbenni a gyerekeket a felnőttektől, szolgáltatásokat sem szétválasztani. Ez most a papírmunka és a levelezés szempontjából egy kicsit nehezebb lesz, de Reméljük, hogy azok a személyek, akikkel eddig tartottuk a kapcsolatot, bármelyik minisztériumban kerültek, velük fogjuk tartani tovább a kapcsolatot, és velük oldjuk meg a problémákat. Térjünk vissza a fogyatékkal élőkre. Az elmúlt évben, években új támogatásokra is jogosulhatnak. Melyek ezek, mit kell tudniuk annak érdekében, hogy, hogy ezekhez hozzáférjenek? Ö, igen, a 448-as törvény a fogyatékkal élő ö, személyek törvénye alapján ö, a tavaly január 1 az egyik legnagyobb változás ö, jött lépett érvénybe, és pedig az, hogy ö, ugye a ö, fogyatékos bizonylat alapján ö, különböző jogokra, jogosultak ezek a személyek. Közülük, a, ezek a jogok közül az egyik arra vonatkozik, hogy különböző ö, szállítás, az úgynevezett abonamenteket vagy jegyekre voltak, jogosultak annak függvényében, hogy milyen besorolásban voltak. Na, tavaly január 1 most már a fogyatékkal élők vált vál, válthatnak, választhatnak, hogy tovább szeretnének menni, és autóbusz vagy ö, vonat vonatjegyet szeretnének igényelni, vagy, hogyha nem, akkor ö, saját autóval, vagy családban lévő autóval, szeretnék megoldani a szállítást, és eznek az üzemanyagnak az elszámolását szeretnék. Na, amit tudni kell erről, hogy a törvény megjelent, vártuk két hónapig a, a módszertant, ugye, hogy hogyan <tud> tudjuk ezeket az üzemanyag, üzemanyag bonokat és el <tud> <tud> ü, elszámolni. Igen. Um, amit tudni kell, hogy mint minden jog, ami ebből a bizonylatból for, tehát ebből uh, van, abban a periódusban érvényes, amíg az a bizonyos fogyatékossági bizonylat, az a certifikát, de inkább handicap, az érvényes. Um, azt kell tudni, hogy választhat a fogyatékkal élő, ugye akkor vagy az üzemanyag elszámolás, vagy a jegyek között, hogyha az üzemanyag elszámolást választja, akkor arra kell figyeljen, hogy annak függényében, hogy milyen besorolásban van kettes, mert hát ugye így van az accent volt, ami a kettes fokozat, és az egyes fokozat között eltérések vannak, és elszámolhat egy bizonyos összegig egy bizonyos út megfelelő üzemanyag számlát. Amit tudni kell, hogy mielőtt ezeket az utakat megtennénk, vagy mielőtt szeretnénk ezeket elszámolni, vegyék fel a kapcsolatot a kollégáinkkal, kérdezik meg, beszélhessenek el a kollégákkal ahhoz, hogy tudják pontosan, hogy mi az, amit el tudunk számolni, milyen értékben és milyen időközben, mert a törvény ugye azt is megszabja, hogy ezek a az üzemanyagbonok nem, lehetne, nem haladhatják meg a 60 napot. Tehát, ha valaki utazott, akkor megkérjük, hogy a 60 napon belül jöjjön, és számolja ezeket az utazásokat, hogyha szeretné. Az elmúlt időszakban milyen mértékben volt tudomásuk az érintetteknek, hogy élhetnek ezzel a lehetőséggel, és akik éltek, azoknak mi a tapasztalatuk, illetve önöknek mi a tapasztalatuk? Én úgy gondolom, hogy azért sajtóban mindenhol megjelent ez a törvénymódosítás. Úgy vettük észre, hogy nagyon sokan érdeklődtek ez a módszer irány, ugye. Nagyon-nagyon örültünk ennek a törvényváltoztatásnak, mert ugye nagyon sok olyan fogyatékkal élő személy van, aki nem az, hogy nem szeretne, mert szeretne ugye busszal utazni, lehet, hogy szeretne vonattal, viszont nincs vonatjárat oda, ahova szeretne menni, vagy egyszerűen nem tud sem vonattal, sem autóbusszal utazni, viszont hogyha a családban ugye gyerekeknek, vagy szomszédnak, vagy ugye férnek, feleségnek autója van, saját autója van, akkor sokkal könnyebb ezeket az utakat és ezt a költséget elszámolni. Hát az elején mindenki nagy érdeklődéssel fogadta, mi is nagyon boldogan ért, fogtunk neki, ugyebár hogy ez egy könnyítés a fogyatékkal élők számára, aztán rájöttünk, hogy ilyen-olyan problémák vannak, ezeket próbáltuk kiküszöbölni, és nagyon szépen köszönjük azoknak a megértését, akik hozzánk folyamattak és nem folyamodtak egy ilyen kérésben, és nem tudtuk azonnal megoldani, ugyanis a kollégáink is együtt tanultak. Együtt tanultuk meg azt, hogy hogyan kell kitölteni azokat a kéréseket, együtt tanultuk meg, hogy melyik bizonylathoz, hogyan tegyük hozzá ezeket az üzemanyag elszámolásokat, hogyan számoljuk el, mert ez az egyik legnagyobb gond, amivel küzdködünk, hogy megértse a fogyatékkal élő személy vagy a hozzátartozója, aki leteszi a kérést, hogy nem tudjuk elszámolni azt az összeget, ami azon a benzinbonon, például üzemanyagbonon van, hanem meg van határozva, hogy igen, el tudjuk számolni, de csak azt az összeget, amelyet a román vasútállomás adott ki arra a bizonyos kilométerre. Tehát ezt az úgy kell érteni, hogyha vásárhely és Kolozsvár között 100 kilométer van, az én autóm lehet, hogy 8 vagy 10 literrel fogyaszt ezen a 100 kilométeren, akkor mi ezt nem tudjuk elszámolni, azt az összeget, amennyit az autó fogyaszt vagy. Hivatalosan ugye a 7,5 liter a 100 kilométeren, hanem el tudjuk számolni uh, annak a jegynek az összegét, vagy a, az értékét, amelyet a, vas, a román vasút megállapított. Tehát ha azt mondja a román vasút, hogy Vásárhely és Kolozsvár között 100 kilométer van, az én uh, tarifáim szerint ez a jegy. Uh, nem tudom, két lej, vagy 25 lejbe kerül, akkor mi nem tudjuk a 100 és benzimot, hanem csak a 25 lejét ö, ilyes számlát ö, el, elszámolni. elszámolni Vannak egyéb támogatások is, például segédeszközökre igényelhetnek a, a látás, a mozgás, illetve a hallássérültek. Ezekről mit értemes tudni? Ö, igen, ezek az intézkedések mellett ö, ugye nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy fogyatékkal élő személyek ö, aktív tagjai legyenek a társadalomnak. És nem csak úgy a társadalomnak, társadalom alatt nem azt értjük, hogy különböző segélyeket ö, folyosítsunk számukra, hanem azt, hogy egy olyan ö, ö, légkört is és olyan ö, alapot, Tudjunk nekik teremteni, amelyet aktívan részt vesznek, és aktív alatt azt is értjük, hogy részt vesznek a munkapiacon. Éppen ezért van egy, most már második éve futó minisztériumi projekt, amely hozzásegíti vagy elősegíti azon fogyatékokkal élő személyeket, akik szeretnének munkába állni. Egyrészt a munkaelosztó ügynökségen keresztül kell jelentkezzenek és bejelenteni szándékukat, hogy szeretnének munkát keresni, vagy el szeretnének helyezkedni valahol a munkamezején, a munkapiacon. Na most annak függényében, hogy milyen fogyatékossággal rendelkeznek lehetőségük van a Szociális és Gondozási Igazgatóságon keresztül egy olyan doszét összeállítani, amelyben különböző segítő eszközöket kérhetnek, vagyis ezeknek az árát visszatéríthetjük ezen a projekten keresztül. Tudni kell azt, hogy ezek különböző olyan eszközök, Persze, amit a szakorvos és a szakember ajánl, amelyek hozzásegítik a fogyatékosság leküzdésében, és abban segítik, hogy ö, megfelelő helyet találjanak, vagy munkahelyet a, a munkaerőpiacon. Igen, lehet itt hallókészülőktől, megkezdve a gyengénlátó személyeknek például olyan eszközöket, amelyek segítik az olvasásban, különböző nagyítókat, de lehet itt mozgássérülteknél például tolókocsikra gondolni, kerekesszékekre gondolni, vagy olyan dolgokra, amelyek elősegítik a járást, elősegítik a olyan dolgokat, amelyek később oda vezetnek, hogy munkahelyet találjanak. Mióta ez a program elindult, mi a tapasztalat? Ez valós segítség? Illetve a munkaerő piacról, a társadalom részéről mekkora az elfogadás a fogyatékkal élők felé? Ugye ez egy folyamat, láthatjuk azt, hogy más programokon keresztül is kormányzati szereplők igyekeznek ezt ösztönözni, akár hogyha startup vállalkozások támogatására gondolunk, sok esetben plus pontot jelent, hogyha egy fogyatékkal élő személyt alkalmaznak. De mi a gyakorlati tapasztalat? Ezek a programok milyen mértékben segítenek a beilleszkedésben, illetve a társadalom részéről mekkora az elfogadás jónak nevezhető? Hogy, hol tartunk ezen az úton? Hát még van tanulni valunk. Mint társadalom is, mint munkáltató is, mint kollega is, és mint fogyatékkal élő személy is. Tehát minden szegmensben. Nagyon nagy lépéseket tettünk, ugye a 90-es évekhez képest, Ö, viszont úgy látom, hogy egy picit nagyobb szükség lenne a nyitásra a fogyatékkal élő személyek részéről, Ö, és ugyanakkor, a munkáltatók részéről is. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan szegmensünk és egy olyan csoportunk a fogyatékkal élők személyében, akik nagyon-nagyon hasznos tagjai lehetnének a társadalomnak, és a munkaerő piacon egy olyan munkaerő létezik, amely nincs kihasználva. Ami nagyon-nagyon jó volna, úgy a fogyatékkal élő személyek számára is, mint a munkáltatónak is. Ö, úgy gondolom, hogy nincsenek eléggé informálva sem a fogyatékkal élők, sem a munkáltatók. Ö, ezek a segítségek tényleg léteznek, valósak. Ö, valahogy úgy látom, hogy félünk neki fogni. Félünk neki fogni, mert arra gondolunk, hogy sok papír, sok az utarna járás, egyik intézettől a másiktól másikhoz küldenek, lehet, hogy nem fogok beilleszkedni, lehet, hogy nem így szeretném, lehet, hogy más szeretnék. Attól félnek nagyon sokan a visszajelzések alapján, hogyha munkába állnak, vagy, vagy olyan munkaprogramot találnak maguknak, hogy elveszítenek jogukat, ami nem igaz. Ugye? Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy informáljuk főleg a fogyatékkal élő személyeket, megmaradhatnak ugyanazokkal a facilitásokkal, amint ezután, sőt, emellett még egy fizetésük is lesz, munkakönyvük is lesz, és a társadalomnak hasznos tagjai lehetnek. Ugyanígy a munkáltatóval is ugyanez a gond. Én azt hiszem, hogy az, hogy meglátunk csak egy Bernert, egy reklámot valahol, nem elég egy munkáltatónak. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy találkozzon a fogyatékkal élő személlyel, elbeszélgessen vele. Nagyon-nagyon sokan visszahúzódnak, és azt mondják, hogy jaj, hát nem mert fogyatékkal élő, azért, mert lehet, hogy nem fog, igen, lehet, hogy nem fog 8 órában teljesíteni, lehet, hogy csak 6 órát fog dolgozni, lehet, hogy csak fél normás, ugye 4 órával fog dolgozni, viszont azt kell nézni, hogy egy pontos munkaerő, egy nagyon fontos munkaerő, akit segítesz ugye a társadalomban beilleszteni információ hiányt említett, akkor mondjuk azt el, hogy mit kell tudni a segédeszközök támogatásáról, kihez forduljanak, akiket érdekel mindez, és hol találnak segítséget az ön által is említett bürokratikus akadályokra, tehát egyik intézménytől a másikhoz küldhetik sajnos ilyen Románia, minden területen ismerjük ezt a jelenséget, kitől találhatnak segítséget, és akkor legfontosabb, hogy hova kell fordulni. Mivel ezek a segédeszközök azért vannak, vagy ezeknek az árát azért támogatja az állam, hogy ezek a fogyatékkal élő személyek munkába állhassanak, vagy munkát keressenek, és később munkát találjanak, Legelőször a munkajelöztő igazgatósághoz kell fordulni, ott kell nyilvántartásba vegyék a fogyatékkal élő szemét. Ha ott nyilvántartásba vették, akkor részt kell vegyen két vagy három olyan aktivitáson, képzésen? képzésen is, de olyan aktivitáson, amelyben ugye ezekről az eszközökről beszélnek nekik, és az, azzal arról tájékoztatják inkább őket, hogy miután ezeket megkapták, mi a következő teendő, meg mi az, ami a munka, milyen munkalehetőségek vannak, vagy esetleg a munkapiacon hol tudnak -e elhelyezkedni. Mikor ez megtörtént, akkor kell összeállítani egy dossziét, amiben a kérésen kívül egy szakorvosi bizonylat van. Ez kellett egyik hozzánk az igazgatósághoz, vagyis a Szociális Gondozási Igazgatósághoz a Trébe amit mi elküldünk Bukarestbe, ugyebár ott hagyják jóvá ezt a dossziét, mikor a jóváhagyást megkaptuk és visszajön hozzánk, akkor lehet megvásárolni az eszközt, és kérni, kérni annak a, a, az árának a megtérítését. Ezt követően történhet meg a tényleges alkalmazás, és már szintén a munkaelosztó. Igen, és keresni. akkor lehet lehet keresni a munkáltatók között, akik szeretnének alkalmazni fogyatékkal élő szemét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek is köszönjük meg tisztelő figyelmüket, maradjanak az erdélyi magyar televízióval. Én legközelebb jövő héten várom önöket egy következő ügyfélórára. órára, addig is viszont